A háború első éjjele február 24-e óta lövik az orosz csapatok Kijevet, a 3 milliós ukrán fővárosból azóta százezrek menekültek el. Anna és a két fia néhány napja érkeztek a fad melletti Volentöbölbe Kijevből, itt már biztonságban vannak. Most egy panzióban kaptak átmeneti szállást. A fiatal édesanyja férje, a 7 éves és a 17 éves fiúk édesapja Ukrajnában maradt, most Ungváron segít a menekülteknek. A család február 25-én hajnalban ült autóba és kezdtek menekülni, azután, hogy a lakást, amit nemrégen vettek, rakétatalálatért. Útközben a nagyobbik fiunk folyamatosan olvasta és nézte az interneten a híreket, mi pedig végig rettegtünk attól, amik ott jöttek le. Kijevből Ungvárra 31 óra alatt jutottunk el, mert rengetegen menekültek autókkal, ezért hálát adtunk az Úrnak minden egyes alkalommal, amikor élve jutottunk ki egy-egy dugóból. Anna azt mondja, fogalmuk sincs, mikor térhetnek haza, és ott mi várja majd őket, de így is hálásak, hogy kijutottak Kijevből, mert az ukrán fővárosban sok ismerősük vesztette életét az elmúlt napokban menekülés közben. Egy másik család az ismerőseink néhány nappal a harcok kitörése után próbált csak menekülni Kijevből. Őket elfogták, a szülőket és az egyik gyereket megölték, a másik két kicsi pedig kórházban van. A család ideiglenes elhelyezését Rózsa László tolnai diakónus szervezte meg, de a helyi karitász és civilek is segítenek nekik. Egy püspök barátom, a lemberi segédpüspök hívott föl azzal a kéréssel, hogy van egy ismerős család, akiknek szeretne segítséget kérni. Ők Kijevben laknak, házukat bombatalálat érte, gyakorlatilag az óvóhelyről menekültek. Azt kérte a püspök barátom, hogy Magyarországon próbáljunk nekik átmenetileg segíteni. Anna és a férje jogászokként dolgoztak Kijevben, így valamennyi pénzük még van, nem tudják viszont, hogy mikor térhetnek haza, ezért minden segítség jól jön nekik. Valamennyi pénz van a bankszámlájukon, tehát nem azt kell mondani, hogy semmiük sincs, viszont hát élelmiszerrel, esetleg pénzzel, ha valaki tudja őket segíteni, szívesen veszik. Eközben a harcok nem csitulnak a szomszédos Ukrajnában, az orosz előrenyomulás néhány napja lelassult, és amerikai hírszerző informátorok szerint szinte már meg is torpant. Ettől függetlenül viszont továbbra is rengeteg menekült érkezik Magyarországra. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, a helyzet várhatóan fokozódni fog.